Kedv van, ami hétfő után a második soron következő nap. Hát a hétfő az elég zsufisra indult, munkában is elég sok tendő volt, és ezután rohantam, mert a Gringóba is beregisztráltam, széken megosztottam Facebookon is, ez egy ilyen milestone of my life, amikor el fogok kezdeni közösségi megosztású elektromos autóval közlekedni, nagyon király lesz, hétvégén lesz valószínűleg az első bevetés, talán korcsolyázásra menet fogjuk használni, és arról is mindenképp születni fog egy poszt. Onnan meg rohantam az Új Nemzeti Közösségi Házba, ahol volt egy kis program olyan szervezeteknek, akik egyébként tartanak ott programokat, és nagyon jó volt, sokkal másabb, mint amit vártam. Ugye az Új Nemzeték az egy állami finanszírozású közösségi hely, ahol a fiatalokat várnak szeretettel, Xboxozástól kezdve, társasjátékozás, de helyet adhat bármilyen előadásnak, kulturális programnak. És ugye nekik az ő céljuk főleg az, hogy helyet tudjanak adni minél több kezdeményezésnek. Úgyhogy aki nem ismeri még, az nyugodtan ismerje meg és használja ezt a lehetőséget. Olyan szervezetek, amik csak ilyen kezdeményezések, Láthatatlan Egyetem, ott volt a Let It Slow, Slow lassulás mesterfokon, Magyar Villamos Mérnök Hallgatók Egyesülete, vagy valami ilyesmi. Szóval lényeg volt ott egy jó pár csapat, és tök jó volt egymást megismerni, megosztani, hogy ki miben tud segíteni a másnak, ki miben tapasztalt, mi az, amit szívesen várna is. Ha valaki kérdezi, hogy mit kell tenni, azért előremúzni az élete, hát mondjuk lehet, hogy ezt, hogy mondjuk elmegy munka után még egy helyre, ahol olyan csapatokkal találkozik, akiknek egyébként az a tevékenysége, hogy más embereket segít abban, hogy ők elérjék a céljukat, és itt meg egymást segítik, nyilván mindezzel a tapasztalattal. Mindig csinálni valamit, tehát a nem unatkozás kulcs, az ember mindig csinál valamit, és akkor csomó mindent kipróbáltak, akkor tudja, hogy mi az, amit igazán szeret. És mit igazán szeret, azt érdemes csinálni, mert azt valószínűleg jól fogja csinálni, úgyhogy nem bonyolult. Bárki elkezdheti, például most. Csütörtök reggel van, és nem munkába tartok most éppen, hanem egy képzésre. Ugyanis a karizmatikus előadó tréningen fogok részt venni ma és holnap, ami leginkább engem érdekel, hogy retorikailag hogy tudok fejlődni. Ilyen előadói kis fogások, vagy előadói praktikák például. Azt szeretném megtanulni, hogy kevesebbet őzzek, úgyhogy főleg erre fogom fektetni a hangsúlyt, hogy ilyen kis tippeket, trükköket elsajátítsak, mert a lámpalázzal nincsen gond, tömeg előtt beszélni nem félek, vagy ilyesmi, úgyhogy ez az, amit szeretnék leginkább javítani. Első nagyobb előadásomat tartottam az ELTE-n. Ez volt a Hátizsákkal Európában-nak a debütáló előadása, és 300-an regisztráltak, úgyhogy hát úgy voltam vele, hogy hát akkor ezt most már le kell nyomni, akárhányan is vannak. És emlékszem, hogy ezt heves sétálással kompenzáltam a valószínűleg tudatalatti stressz. Aztán úgy voltam vele, hogy ezen kicsit, még hogyha nem is akkor tragikusan egy baj, de egy kicsit azért kellene ezen változtatni, és akkor inkább megállni és nézni a közönségre. Nyilván ez is egy fontos része egy jó előadásnak. Ami viszont biztos, hogy mondjuk iskolában például nem igazán szerettem, tehát egy vers elmondása az osztály előtt is kihívást jelentett, mert hogy aggasztott az, hogy mi lesz, hogyha elrontom, vagy kinevetnek, vagy mindenféle ilyen bullshit, miatt az emberek egyébként aggódnak. Aztán ez igazából eltűnt, mert úgy vagyok vele, hogy tök mindegy, hogy elrontom-e, vagy nem, vagy kinevetnek-e, vagy nem, mert nem ez határoz meg engem. Másik, az előadásokban azt szeretem, hogy el is rontom általában, vagy nem tudja a közönség, hogy itt mi jött volna, tehát nem is érzékelik ezt az elrontást. Másrészt pedig akár egy humorra, poénnal el lehet intézni az egészet, úgyhogy kicsit olyan ez, mint az egész élet maga, hogy ha az ember tud spontán, improvizálva, magabiztosan csinálni dolgokat, akkor általában jól sülnek el, szóval nem kell ráfeszülni ezekre.
robotok elveszik a munkádat. Egyre gyakrabban jön velem szemben az interneten ez a szalad cím. Gyakorlatilag csak Donald Trump és a Bitcoin érzem ennél gyakoribb témának az interneten. És őszintén szóval mindig megnyugszom kicsit, mikor látom ezt a témát, mert kezdetől fog úgy alakozni, hogy hál' Istennek. Előtte sem voltam nagyon lelkes így a munkavilága iránt, vagy ilyen egy állásba, egy pozícióba töltsem az életem, de mióta tudom, hogy a robotok el fogják venni ezt is, azóta egyre lelkesebb vagyok a technológia iránt. Szerdán és csütörtökön a karizmatikus előadó tréningen vettem részt, és habár volt, aki azt mondta, hogy a karizma nem egy olyan dolog, amit meg lehet tanulni, én azért egy jó pár éve tudom, hogy elég sok mindent meg lehet tanulni. Úgy voltam vele, hogy ez is elsajátítható, nagyon-nagyon vártam a tréninget, ugye mondtam azt is, hogy kíváncsi voltam, milyen emberek jönnek el. Az biztos, hogy nagyon különleges és nagyon érdekes sztorikkal rendelkező emberek vettek részt a tréningen. Ugye 5 előadást kellett tartani, és ebből volt olyan, amikor az életem legjobb élményéről kellett beszélni. Volt, amikor nem is volt konkrétan meghatározva, hogy miről kell beszélni, hanem szabadon választható téma volt. Nagyon sok minden kiderült a résztvevőkről, és nagyon belsőséges lett a hangulat a második nap vége felé. És hát olyan szintű transformációk történtek, ami gyakorlatilag elég nehezen hihető, ha az ember nem vett részt egy ilyen tréningen még, vagy nem volt hasonló élményben része. De volt olyan résztvevő, aki konkrétan nem is nagyon mert kiállni, és be is hallott, hogy szorong, hogyha arra gondol, hogy ki kell állni emberek elé, még hogyha csak 10-en is voltunk, vagy 11-en. És szépen haladtunk előre a gyakorlatokat elvégezve, elsajátítva, volt szemkontaktus gyakorlat, hogyan lehet hatásosan és mélyen fenntartani a közönség tagjaival a szemkontaktust, hogyan lehet játszani a hangunkkal, hangosan, halkan, tagoltan, gyorsan, hatásszüneteket tartva, milyen egy ütős kezdés, hogy lehet megragadni a közönség figyelmét, mivel lehet fenntartani, milyen retorikai eszközök vannak, tehát nagyon-nagyon sok mindent végigvettünk, és a második nap a záró előadásoknál viszont már olyan szintre ütött mindenki, hogy gyakorlatilag mindenkinek az előadása elfért volna a TED színpadán, túlzás nélkül. Ezt elég nehéz volt elhinni, talán nektek is feltűnt, hogy elég sokat őzök. Jó néhány előadás után is megvolt ez a probléma. És habár még ma is, így a tréning után előfordul néhányszor, hogy kicsúszik egy ő gondolkodás közben, de sokkal jobban figyelek, úgyhogy nem csak azoknak, akik szeretnének public speakingben, storytellingben fejlődni, bár nyilván ez is egy egyre nagyobb réteg, mivel bármit csinálsz, a saját tevékenységed influencere vagy, és influencer marketingben nagyon jön a storytelling, és a nyilvános beszéd előadás, de bárkinek nagyon jó szíve ajánlom, aki szeretne a komfortzónájából kiebb mozdulni, szeretne magabiztosságra szert tenni, és tulajdonképpen a különböző komponensek, modulok megtanulásával, ami a tréningen volt, az ember elég nagy lépést tett a felé, hogy kialakuljon benne az a karizmatikus kisugárzás, amit tulajdonképpen a kompetenciák birtoklása tud neki biztosítani. Azt a magabiztosságot, hogy akármi is történik, ha kiállok valahova, nem rezelek be, nem izgulok, tudom, hogy kell kezdeni, tudom, mit kell mondani, tudom, hogy tarthatok szünetet, hogyha szünetet szeretnék tartani, komfortosan érzem magam más emberek előtt beszélve. Hogyha ezek megvannak, akkor gyakorlatilag jóval könnyebb irányítani azt, hogy az ember mit és hogyan szeretne átadni. Ezzel már mindenki azt kezd, amit akar. Úgyhogy javaslom, ha teheted, akkor te is vegyél részt a karizmatikus személyiség. Javaslom, hogy te is vegyél részt, ha teheted a karizmatikus előadó tréningen, mert nemhogy veszíteni valód nincs, de hát amit nyerhetsz, az felfoghatatlan, felbecsülhetetlen. Ez volt szerda csütörtök. Egy ilyen világban volt nagyon kritikus az, hogy a technológiát jóra vagy rosszra használjuk föl, örülnék neki, hogyha minél több ember meglátna ebben pozitívumot, és elkezdeni használni, megismerni és másokra is megismertetni, mert hogyha ellenségként tekintünk rá, akkor el fogjuk szenvedni a technológiai revolúciót, ha viszont megismerjük és megbarátkozunk vele, akkor a használói lehetünk és az élvezői, és eljött egy olyan kort, ahol végre a robotolás helyett ember lehetünk. Igyekszem azért óvatosan, mert nagyon könnyen fel.